Csonka, Magyarországon nincsenek hegyek. Amik vannak, azok ilyen kinevezéses alapon elneveztük azokat a képződményeket középhegységnek, de tudjuk, hogy ilyen alapon azért általában nem szoktak működni a dolgok, ez olyan, mint mondjuk az alkoholmentes sör vagy a guminő. Most, hogy mit is akarok ebből kihozni, tulajdonképpen az az, hogy a hegyek nem működnek rendesen, ezért ilyenkor, mikor lent 38 fok van, akkor a hegyekben sincs felüdülés, tehát körülbelül ott is ilyen 30-32, és sajnos ilyenkor a túrázási kedv az erősen alábbhagy. Ezt látom egyébként a csatorna nézettségén is, úgyhogy ez biztos, hogy így van. Most éppen ezért most nem lesz túra, hanem koratavasszal már sokat nyaggatott a kedves közönség, hogy is csináljuk a térképet, ami a főcím zene alatt fut. A rendszer egyébként úgy áll össze, hogy szükségünk van egy számítógépre, egy okostelefonra, vagy GPS készülékre és internetes hozzáférésre. A neten meg kell keresni, rá kell keresni a Guru Maps nevű applikációra, és ez az oldal fog majd megjelenni, és az oldalról tudjuk letölteni bármilyen platformra magát a szoftvert. Na most ez nincs ingyen, $3.99 jelen pillanatban az ára, ennyit szerintem megér, nekünk nagyon bevált a szoftver, és egy csomó mindenre jó, például lehet vele offline mapet használni, vagy offline térképet használni, lehet útvonalat rögzíteni, lehet GPS-ként használni, és így tovább. Az applikáció az útvonalat GPX formátumban rögzíti, és ezt a számítógépen, miután elimélesztük a saját fiókunkba, meg tudjuk nyitni a GPS Track Editor nevű programmal. Ez egy ingyenes szoftver, letölthető a netről. Na most ez egy nyers térkép lesz, egy csomó mindennel benne, ami nem odavaló. Például, ha mondjuk barlangba léptünk be, akkor ilyen hihetetlen hosszú sávokat fog húzni az applikáció, amiket természetesen ki kell szépen szerkeszteni magából az útvonalból. Illetve, hogyha egy helyen túl sokat tébláboltunk, mondjuk teszem azt, egy geoládát kerestünk meg, akkor ilyen gombolyagot fog csinálni az útból, és ezeket is szépen ki lehet szedni magából a túraútvonalból. A jobb oldal található Points nevezeti ablakban látjuk pontról pontra rögzítve az út koordinátáit, és ezekből kitörölve tudjuk kiszedni az útból végülis ezeket az egyenetlenségeket. Mert egyébként így kapjuk meg az utat normális hosszában és normális szintjében. Ha megvagyunk az útvonal lepucolásával, akkor föltöltjük a Gypsies nevű oldalra, ahol GPS koordinátákat lehet rögzíteni, a túraútvonalakat lehet rögzíteni. Itt nevet tudunk adni a útvonalunknak, be tudjuk jelölni, hogy milyen jellegű útvonal, hogy kerékpárútvonal, gyalogútvonal, autós, hajós, stb. És akkor a saját és az útvonalat rögzíteni tudjuk saját profilunkba, amit itt előzőleg létesíteni kell. De ez is ingyen van. Ha ezzel is megvagyunk, akkor elő tudjuk hívni a saját profilból ezt az útvonalat, és tulajdonképpen itt jelenik meg a térképünk, és a térkép alatt pedig itt találjuk meg a túránknak a szintprofilját, és mellette a térképét. Nekünk innen a szintprofil kell, itt csinálunk egy print screen-t, és képként elmentjük a szintprofilt Photoshopba. Hát ezt nem mondtam, hogy Photoshop is kell hozzá. Tehát néhány szoftver azért szükség lesz. A Photoshop az elég húzós álló szoftver, de mindenki rábízom, hogy szerzi be. Na most, hogyha megvagyunk ezzel, akkor beillesztjük a Photoshopba. Itt kivárjuk, hogy nekünk csak a szintprofilra van szükségünk, és ezt képként elmentjük. A képen pedig némi módosítást hajtunk végre, mégpedig a túraútvonalat leradírozzuk róla. Tehát így lesz egy képünk a túraútvonallal, és lesz egy képünk a túraútvonal nélkül. Tulajdonképpen ugyanaz a kép, útvonal, illetve nincs útvonal. Akkor visszamegyünk a GPS Track Editor programba, és onnan is csinálunk egy print screen-t, ezt is betesszük Photoshopba,
és itt is megvan a túraútvonalunk vonalvezetése, amit ki tudunk kattintani, és itt is akkor megvan a térképünk a túraútvonallal és a túraútvonal nélkül. Tehát most van négy képünk, ugye a profil, túraútvonallal és anélkül, és a maga a térkép útvonallal és anélkül. Ha megvan a négy képünk, akkor ezeket átimportáljuk az Adobe After Effects szoftverbe, erre is szükségünk van, és két párhuzamossal fogunk dolgozni, tehát először meg fogjuk nyitni a túraprofilt, illetve a túraprofil nélküli túraprofil alapot. És akkor a túraprofilt az szépen képet az Adobe After Effects-be, akkor a kompozícióba belehúzzuk így a két fájlt, és itt rákérdez, hogy milyen hosszon akarjuk már csinálni magát a kompozíciót. Itt a főcímzene ad nekünk támpontot, ugye az 33 másodperc. Mert az pont addig fog szólni, míg majd működik maga az animáció. Na most akkor áttérünk ez a töltőtól jelű eszközre, és a töltőtól jelű eszközzel választunk egy színt, most ez éppen piros, és szépen szamárvezetőként használva magát a profilos képet, újra rajzoljuk az egész profilt. Ez most itt csak egy demo jellegű dolog, tehát itt nem fogjuk végigrajzolni az egészet. De egyébként végig kell. Mikor megvagyunk az egész rajzzal, akkor van három különböző felületünk. Az üres kép, a kép a vonallal, illetve a vonal, amit rajzoltunk. Itt most akkor ki fogjuk dobni azt a képet, amelyiken a túravonal volt, és marad az üres kép, meg a rajzunk. Bemegyünk az Add menübe, a Trim Past parancsra, és a parancssal kijelöljük az egész animációnak az elejét, ami itt most 7 másodpercnél fog kezdődni, hogy a szemünk hozzászokjon az egészhez, illetve kijelöljük a végét, ami 30 másodpercnél van, hogy ne ilyen hirtelen legyen vége az egész program, az egész animációnak. És akkor ő szépen magának összerendezi az egészet, úgyhogy folyamatosan kezdjen el rajzolódni ez az egész túraútvonal magára a térképre. És az egész körülbelül eddig a 33 másodpercig tart, ameddig a zene alatta. Na most ugyanezt megcsináljuk a másik két képünkkel is, amin a térkép és túraútvonal volt, tulajdonképpen ugyanezekkel a módszerekkel. Ha mindezzel megvagyunk, mind a két párhuzamossal, tehát a profillal is, meg a térképpel is, akkor a pre-rendert parancsot használjuk, amivel olyan formátumot tudunk előállítani, amit majd más szoftver is felismer. Tehát valamilyen videóformátumot adunk ennek az animációnak. Ha ezzel megvagyunk, akkor van két videófájlunk, az egyik a térképen futó vonallal, a másik pedig a profilon futó vonallal. Akkor ezzel a két videófájllal átmegyünk a Camtasia nevű programra, mi legalábbis ezt használjuk. Oda betöltjük mind a kettőt, és ez a szoftver, ez lehetőséget nyújt arra, hogy ilyen kép a képben mozogjanak a dolgok, és akkor a két videó így egymáson fog végül is mozogni, és szintén lehetőség van feliratozni, ilyen kis szövegbuborékokat beletenni, ezeket akárhova elhelyezgetni, ugye ide írjuk be, hogy most éppen, hogy honnan indultunk, hova megyünk, a látványosságok a túrán, stb. És tulajdonképpen így lesz teljes a kép, még a zenét is rászerkesztjük, és akkor meg is vagyunk. Hát igazából ennyi volt az egész. Tulajdonképpen eléggé sok munkát igényel ez a térképkészítés, talán ez az egész videó elkészítésének a legtevékenyebb darabja. És akkor ezután szokott következni ugye maga a film, azt szintén ezzel a Camtasia programmal rakjuk össze, de az már sokkal egyszerűbb, ugye, mert nem kell itt ennyi mindenféle dolgon átmennie magának a felvételnek. Ha bárki nem értett valamit, akkor nyugodtan lehet kérdezősködni a kommentekbe. Remélem, hogy nagyon sokan meg fogják nézni ezt a videót.
A viszontlátásra!